Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Ungarn-Deutschen Magazin. Bleiben Sie mit uns. Deutsche Nationalitäten Kindertanztreffen. Ganztägiges Programm für die Kleinen. Erfahrungsaustausch für Kindergartenpädagogen. Wurzeln und Flügel. Das Ungarn-Deutsche Bildungszentrum in Baye wird vorgestellt. Volkstanz, Volksmusik, Volkstracht. Traditionsprägendes Straßenfestival wurde in Babac veranstaltet. Gemeinnütziger Verein der ungarischen Vertragsarbeiter in der DDR. Erinnerungen an entscheidende 3 Jahre ihres Lebens. Am 20. Mai sind Tanzgruppen aus 3 deutschen Nationalitäten Kindergärten des Komitates Tollnau im 6er der Wunderland Kindergarten zum 12. deutschen Nationalitäten Kindertanztreffen angekommen. Nach den Auftritten erwarteten die kleinen Puppentheater und Bastelbeschäftigungen, während die Kindergartenpädagogen die Möglichkeit hatten, ihre beruflichen Erfahrungen auszutauschen. Nationalitäten-Tanzgruppen aus dem Sonnenschein-Kindergarten Jerking, aus dem Grünen Garten-Kindergarten Mesch und aus dem Löwenzahn-Kindergarten Großmanok sind nach 6 Jahren gekommen, um am vom Wunderland-Kindergarten schon zum 12. Mal organisierten ungarn-deutschen Kindertanztreffen teilzunehmen. Das Nationalitäten-Kindertanztreffen wird vom Wunderland-Kindergarten schon zum 12. Mal veranstaltet. Und im Jahr 2011 hätten wir das noch nicht gedacht, dass dieses Programm zur Tradition wird. Es ist uns gelungen, unser ursprüngliches Ziel zu erreichen und eine Tradition zu schaffen. Ich glaube, das ist ein großer Erfolg für unseren Kindergarten. Als Gäste heute haben wir die Nationalitäten-Kindergärten aus Mösch, aus Nagymányok und aus Györköny eingeladen. Und was uns verbindet, ist der Respekt und die Liebe zu den deutschen Traditionen. Heute bieten wir Programmmöglichkeiten für Kinder am Nachmittag. Sie können an Kunst- und Handwerktätigkeiten teilnehmen und sie können eine Vorstellung der deutschen Bühne sehen. Und wir bieten unsere Gastfreundschaft für die Erwachsenen an, wo informelle Gespräche, Erfahrungen werden ausgetauscht. Vielleicht heute. Und ich hoffe, dass wir dieses Programm, also das Tanztreffen, in der Zukunft auch fortsetzen können. Und ich hoffe auch, dass dieses Programm, während dieses Programms die Beziehungen zwischen den Nationalitäten Kindergärten vertiefen können. Wir allen legen großen Wert, nicht nur im Kindergarten, sondern auch im Alltag, auf die Pflege der ungarn-deutschen Traditionen. Ich glaube, das ist wichtig, nicht nur für uns, für die Kinder auch. Die Teilnehmer des Tanztreffens wurden von der Vorsitzenden der Deutschen Selbstverwaltung Sexart, Farka Spálné, begrüßt. Tolnamözsi Zöldkert óvodából érkeztem, ami a város egyetlen német nemzetiségi óvodája. A mai napon egy kis gyermekösszeállítást hoztunk, körjátékokból, gyermektáncokból, ami német nemzetiségi nyelven van természetesen, és a környékről, illetve Tolna, Baranya megyéből lett összeállítva ez a kis körjáték és néptáncos anyag. 2 évig most nem tudtunk jönni a pandémia miatt, úgyhogy nagy örömmel jöttünk a mai napon, hogy újra kitárult egy picit a világ, felfrissíthettük a régi kapcsolatainkat, és újakat is köthetünk itt. Ich bin auch von Mösch gekommen. Ich war früher Kindergärtnerin in dem Kindergarten, wo die Kinder gekommen sind. Und die Kinder sind in Mescher Volkstracht angezogen. Diese Tracht hat meine Mutti hergestellt. Sie ist jetzt 92 Jahre alt. Jetzt arbeitet sie nicht mehr mit den Kleidern, aber sie ist immer froh, wenn die Kinder sie anziehen. Und ich helfe jetzt den Kindergärtnerinnen, die Kinder anziehen. Für die Kinder ist das ein bisschen unbequem, nicht die Kleider, was sie jeden Tag anziehen. Es ist ein bisschen so nicht so täglich.
Aber es ist wichtig, dass die Kinder kennen diese Tracht und dass sie wissen, dass sie Mösch so eine wunderschöne Volkstracht hat. Nagymányokon nagy hangsúlyt fektetünk a német nemzetiségi hagyományok ápolására. 2017 óta van tánccsoportunk, heti egy alkalommal találkoznak a gyerekek, ismerkednek a hagyományokkal, a régi táncokkal, mondókákkal. Nagyon örülünk a meghívásnak, 5. alkalommal veszünk részt a tánctalálkozón. Und kam aus Jörköln mit unserer Tanzgruppe, die das Name Dornröschen haben. Wir haben diese Tanzgruppe schon seit 21 Jahren und wir kommen immer, wir sind immer Gäste hier im Wunderland Kindergarten bei diesen Kindertanztreffen und wir kamen mit einem Programm mit lustiger Kindertänze. An der Veranstaltung traten auch die Tanzgruppe der Klasse 2 aus der Sechsader Dienes Valeria Grundschule und der Sechsader Mondscheinchor auf. Im Laufe des Tages konnten sich die Kinder die Puppentheateraufführung der DBU ansehen und an Bastelbeschäftigungen teilnehmen. Die Kindergartenpädagogen konnten berufliche Gespräche führen und ihre Erfahrungen austauschen. Zur Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen gehören zurzeit 3 große Bildungseinrichtungen, die verschiedene Bildungsmöglichkeiten anbieten. Diese sind das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Verisvár, das Ungarndeutsche Bildungszentrum in Baye und das Valeria-Koch-Bildungszentrum in Fünfkirchen. Das Ungarndeutsche Bildungszentrum mit Sitz in Baye ist eine anerkannte deutsche Auslandsschule, wo deutsches Abitur abgelegt werden kann. Die Institution gibt den Schülern mit Goethes Worten, Wurzeln und Flügel. Jetzt können Sie den zweiten Teil der Vorstellung der Schule sehen. Az intézményt fenntartó közalapítvány elnöke Egri Miklós egykor az iskola diákja volt. A kuratóriumi elnök hangsúlyozta, hogy fontos számukra a folyamatos fejlődés. Ennek kapcsán kiemelte, hogy digitalizációban járt a cég, referencia iskolájaként is büszkélkedhet az intézmény, akitől egy megállapodásnak köszönhetően napra kész és korszerű szoftvereket és eszközöket kaphatnak, amelyek segítségével élményszerűbbé tehetik az oktatást a diákok számára. Az MNMK intézmény rendszere, hogy itt nem egy iskoláról beszélünk, nagyon sikeres. Az utóbbi időben is arra helyezünk nagyon-nagyon fontos hangsúlyt, hogy a diákjaink megkapják azt a képzést, amivel az életben el tudnak indulni az érettségi megszerzése után, és akár továbbtanulás tekintetében, akár szakmaválasztás, illetve munkakezdés tekintetében azokkal az ismeretekkel rendelkezzenek, ami megkönnyíti az ő életüket. És ez nem csak szaktantárgyakról elsajátításában érhető tetten, hanem egy sor olyan képességet is adunk diákjainknak, ami a mai munkapiac nagyon is vár, elvár és keresi, legyen az vitakultúra, legyen az kommunikáció, legyen az projektmenedzsment. Azt szoktam mondani az érettségi osztókon, hogy ezekről a képességekről egy érdemjegyet sem kapnak diákjaink, holott ez az az erősség, amivel sikereket érnek el a vén diákjaink. Egri Miklós azt is hangsúlyozta, stabil az intézmény finanszírozása. Fontos a diákok szórakozása és kikapcsolódása is, erre pedig nem csak a külföldi kirándulások, hanem a sportcsarnok és a sportpálya is jó lehetőséget biztosít, tette hozzá. A tanulók között természetesen többen is vannak, akik messzebbről érkeztek.
Számukra a kollégiumi ellátás lehetősége is adott, akár a Szenes utcában, vagy a tantermekhez jóval közelebb is. Az intézmény egység az 243 férőhelyes, majdnem tele is van. Jelen pillanatban a legnagyobb ilyen jellegű intézmény Baján. Az országos beiskolázású a középiskolánk, így az ország minden területéről érkeznek diákok hozzánk, 0-tól 12. évfolyamig, sőt a 13. évfolyamig is. A tanulók 8 tanulócsoportba vannak elosztva. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy középiskolában az osztályok, mindegyik élén egy szaktanár áll, ő vezeti a csoportját, mint egy osztályfőnök a gimnázium vagy a középiskolában az osztályát. A gyerekek szigorú napirend szerint élnek, de rengeteg szabadidős programot próbálunk nekik szervezni annak érdekében, hogy a fennmaradó idejüket, a tanuláson túl fennmaradó idejüket hasznosan tudják kitölteni. Főzőiskolát, fémklubot, tornát, sporteseményeket, sportbajnokságokat. Igyekszünk minél színesebbé tenni a napjaikat. Az intézményegységnek másik nagyon nagy előnye, hogy nagyon komfortos körülményeket tudunk biztosítani a diákjaink számára. A tanulók 4 ágyas elhelyezéssel kerülnek a kollégiumba. Mindegyik szobához saját fürdőszoba tartozik. A másik pedig, ami szintén nagyon fontos, hogy napi 5-szöri ellátásban részesülnek, ami azért jó, hisz a gyerekeknek nem kell gondoskodni tulajdonképpen a kicsiknek sem önmagukról ebből a szempontból. A kollégiumi díj az pedig csak az ellátást kell, hogy finanszírozza, minden mást az állami normatívából állunk, tehát a szülőknek csak az étkezési költséget kell kifizetni a diákok részére. És nagyon szeretek itt lenni, és szerintem egy nagyon szép 5 év van mögöttem, mert életre szóló barátokat is találtam itt, meg a környezet is. Nagyon jó, nagyon kedves mindenki, és segítőkész. Például megválasztottak engem a diáktanácsnak az egyik vezetőjének, és olyan programokat szervezhettünk itt a koliban, mint sütögetés, Mikulás buli, vagy például színházlátogatások, kollégiumi kirándulások, és ezek mind olyan élmények, amiket szerintem sose fogok elfelejteni. Vajdaságban nagyon ismert az iskola, nagy hírneve van, és sok diáktól, aki ide járt, hallottam, azóta már befejezték persze. A német tanáromnak a fia is, másik Alexander is ide járt, és akkor tőle hallottam legtöbbet. Anyukámmal eljöttünk nyílt napra, hát elvarázsolt az iskola, nagyon megtetszett, tantermek nagyon felszereltek, digitábla minden, és az oktatás is nagyon tetszett már akkor. És a másik fogópont, hogy 2 tannyelvű, a német nyelvet el tudtam sajátítani szinte anyanyelvi szinten, és ez az egész, meg nagyon sok mindent adott az iskola így, utólag is elmondhatom. Mennyire érezted nehéznek? Hát számomra nem volt annyira nehéz, mert hála Istennek jól fog az agyam. A matematikát, fizikát nagyon szerettem, logikus gondolkodásom van, és úgy azt kell, hogy mondjam, hogy úgy könnyű volt viszonylag, nem volt nagyon-nagyon megerőltető. Miért ajánlanád másnak? Mivel kollégiumi zenekar tag is vagyok, és kórus tag is voltam, idén már sajnos nem. Rengeteg utazásra tehettünk, rengeteg utazáson vehettünk részt. Németországba, Ausztriába, osztálykirándulásokat csináltunk, például voltunk Horvátországba, Szlovéniába. 2 hete voltunk ugye Debrecenbe, szintén képviseltük az intézményünket, a tánccsoporttal, a zenekarral és a kórussal is, és nagyon büszkék vagyunk, hogy ide járunk. A tekintélyes múlttal rendelkező intézmény 2022-ben Magyarország 100 legjobb középiskolája között a 62. helyen végzett. Handwerkschau, Schauküche, Bohnengerichte und zahlreiche kulturelle Programme erwarteten die Interessenten in Bawatz. Dieses Jahr wurde nämlich zum 6. Mal das Bawatz-Festival veranstaltet. Neben der unerlässlichen Blasmusik bereiteten sich die Veranstalter mit Tanzprogrammen, Festzug und offenen Toren vor. Im Programm stellte sich auch heraus, wie eine echte schwäbische Hochzeit ist.
Különleges felvonulást is láthattak azok, akik ellátogattak Babarcra. A Baranyai településen idén 6. alkalommal rendezték meg a Babarc Fesztivált. Ennek keretében egy sváb esküvőt elevenítettek meg a helyiek a kikéréstől egészen a lakodalmas menetig. A menyasszony és a vőlegény a való életben is jegyesek, és mindketten vettek már részt hagyományos esküvőn. Mind a ketten faluról származunk, tehát nálunk ennek nagy tradíciója van. Itt Babarcon is az elmúlt 5 évben körülbelül egy 7-8 lagzin voltunk, ami hasonló a forgatókönyv. Nagyon szeretjük mi ezt a hangulatot, ugye svábok vagyunk mind a ketten, svábnak valljuk magunkat, és igen, ilyenkor érezzük jól magunkat, amikor ilyen lakodalomban részt vehetünk. Barnabás és párja a kérdésünkre elárulták, hogy hasonló esküvőt terveznek a közeljövőben. Hát én úgy gondolom, hogy igen, tehát mi ragaszkodunk ezekhez a hagyományokkal, szeretnénk továbbvinni ezeket a hagyományokat, és ezeknek a ruhában, de igen. Nem pont ebben a ruhában, de úgy gondolom, hogy ezeknek a lakodalmaknak van a legjobb hangulata. Pont a testvéremék is eljátszották itt Nagynyárádon, és mi részt is vettünk, szintén ebben én is beöltöztem, és teljes mértékben tartjuk a hagyományokat, és szeretjük. A fesztivált a Babarci Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezte, számukra fontos a hagyományok ápolása. Mi igyekszünk a német önkormányzat tagjai, mi célul is tűztük ki ezt magunk elé, hogy a sváb hagyományokat megpróbáljuk megőrizni, feleleveníteni, és hát ugyanígy, ahogy most ma délelőtt vagy délután kezdtük ezt a lakodalmas menetet, így zajlott ez valamikor is, hogy a vőlegény jött a otthonából, elment a lányosházhoz, ott megint a kikérő, és akkor utána vonultak együtt a templomba az esketésre, és azután természetesen a kultúrházba, ahol a lakodalom zajlott. Menet közben pedig, ahogy most is látni lehet, hogy az asszonyok egy ilyen nagy kosárba süteményt osztogattak az utcán, ugye nem mindenki volt hivatalos a lakodalmakba, akkor azok süteménnyel lettek kínálva a nézők, és a férfiak pedig bort osztogattak. A településen számos hagyományőrző csoport tevékenykedik. Nekik köszönhetően zenés, táncos programokat is láthatott a közönség. Vannak a kultúrcsoportjaink, a kórus, aki a népdalokat gyűjti össze, és azokat próbálja meg eleveníteni és életre hívni. Tánccsoportjaink idősebb néniktől tanulták meg a lépéseket, úgy állították össze a koreográfiákat, olyanok vannak, amiket itt Babarcon gyűjtöttek például, és a zenészek is babarci szerzők műveit adják elő még a mai napig is, mert Babarcon hát évtizedek óta hagyomány a fúvós zene. Mindig azt mondták, hogy minden második ember Babarcon zenész. A kulturális előadások mellett pedig nagy hangsúlyt fektetnek a népviselet megőrzésére is. Így a legtöbben hagyományos öltözékben vettek részt a fesztiválon. Az én ruhám az a szomszéd faluból való, ugyanis ez anyósomnak a ruhája. Azt örököltem, és ő a szomszéd faluból, Kisnyarádról származott, és ott egy kicsit másabb volt a ruha ugyanaz volt, csak ott a szoknya az ilyen rakott, és itt Babarcon nem rakott volt, hanem a sima szoknyák voltak jellemzőek. A Babarcra látogatók tehát megismerkedhettek a helyi sváb szokásokkal, néphagyományokkal, ételekkel, de azt is megtapasztalhatták, milyen egy igazi sváb lakodalom. Zwischen 1967 und 1983 konnten etwa 40.000 junge Ungarn mit einem dreijährigen Arbeitsvertrag in verschiedene Städte der Deutschen Demokratischen Republik fahren. Die in Deutschland verbrachten Jahre prägten stark ihr weiteres Leben. 2009 wurde der gemeinnützige Verein der ungarischen Vertragsarbeiter in der DDR gegründet. Sie kehren nicht nur nach Deutschland regelmäßig zurück, sondern besuchen auch in Ungarn viele Orte. Jetzt verbrachten sie ein langes Wochenende
in Sekszárd. Letztes Wochenende organisierte der gemeinnützige Verein der ungarischen Vertragsarbeiter in der DDR einen Ausflug nach Sekszárd. Gestern war ein festliches Essen. Also wir waren zusammen 88 Leute hier im Hotel Merops. Und heute werden wir die Stadt ansehen. Die Fremdenführer sind schon da. Und wir werden am Vormittag die Stadt angucken. Und am Nachmittag werden wir die Keller besuchen. Und am Abend werden wir die Führung ansehen. Neugier, Abenteuerlust, ein anderes Land und eine andere Kultur zu entdecken. Das motivierte die jungen Ungarn, die vor 40, 50 Jahren aufbrachen. Diejenigen, die aus einer schwäbischen Familie mit Deutschkenntnissen in die ehemalige DDR angereist sind, konnten sich leichter integrieren. Ja, also ich bin in einer schwäbischen Familie aufgewachsen. Wir haben zu Hause Schwäbisch gesprochen, ja. Und naja, meine Oma konnte kaum Ungarisch. Das war ein sehr großer Vorteil. Also wie wir angekommen sind in der DDR. Ich bin damals mit meiner Freundin, sind wir zusammen hingefahren. Also das hat sehr viel geholfen. Und also man musste viele Sachen erledigen. Und dann, das hat dabei sehr viel geholfen. Und ich konnte sogar hilfsbereit sein für anderen auch. Das stimmt so. Das stimmt so, ja. Und das, naja, das haben wir dann schnell übernommen, ja. Also wir waren dann sehr dabei mit. Und mit den Kolleginnen und Kollegen haben wir uns sehr gut verstanden. Also in der Freizeit sogar haben wir Ausflüge gemacht. Wir waren sogar im Winter, waren wir Skifahren in Oberhof. Und das hat uns noch immer noch mehr also zusammengeschweißt, ja. Die Tapfereren machten sich ohne Sprachkenntnisse auf den Weg. Also 1969 habe ich mein Abitur gemacht in Waadt, in dem damaligen Löwy-Sándor-Gépi-Polytechnikum. Und dann wusste ich nicht so richtig, was ich mit mir anfange. Und dann habe ich in der Pest-Megyei-Hírlap gelesen, dass die Möglichkeit besteht, in die DDR zu fahren für 2 oder 3 Jahre. Dafür habe ich mich dann entschieden und so bin ich in Radeberg gelandet. Ich konnte kein Wort Deutsch. Ich wusste nicht, wo Radeberg ist, aber von dem Radeberger Bier hat man schon gehört. Ich dachte, na ja, das versuchen wir mal. Und 2,5 Jahre war ich dort und dann habe ich zu einer ungarischen Montagefirma Hürtechniker gewechselt und dort habe ich aber schon als Dolmetscher gearbeitet, weil ich in ziemlich kurzer Zeit sehr gut Deutsch gelernt habe. Und dann musste ich mich nicht mehr umziehen, musste ich nicht mehr arbeiten. So habe ich dann ein bisschen angefangen, auf der Rangleiter hochzuklettern. Und ich lebe heute noch, eigentlich zum Teil in Leipzig, habe irgendwann mal, ein paar Jahre später, eine sehr hübsche Frau, also damalige Freundin, Michaela, Sachsenmädel, und wir haben dann geheiratet und dann sind wir nach Ungarn gezogen. Sie hat wiederum sehr schön Ungarisch gelernt, spricht perfekt, und jetzt leben wir zum Teil in Sachsen, zum Teil in Budapest, aber am liebsten sind wir alle beide in Sigligen. Die Vorsitzende des Vereins, Marta Gerge, arbeitete zwischen 1980 und 1983 als Mikroelektronikerin in Erfurt. Als wir zusammen sind, wir fühlen, dass wir so sind wir zusammen wie eine große Familie. Wir waren als Kind in der DDR, wir haben dort erwachsen, wir haben einander immer geholfen. Den Älteren haben wir immer gefragt, was wir machen müssen. Wir haben dort gelernt zu sparen und schön alles einrichten. Und wenn wir nicht zusammen sind, dann fehlen die anderen. Wir fragen immer, was ist mit ihm,
was macht er, was ist mit der Familie. Und wir sind froh, wenn wir monatlich irgendwie in einer kleinen Gruppe oder an einem großen Treffen zusammen bin. Wir fahren jedes Jahr in die Städte, wo wir gearbeitet hatten. Wir pflanzen Bäume, Erinnerungsbäume. Wir haben schon in Berlin, Erfurt, Rostock, Dresden, Radeberg. Ich habe ein anderes Land kennengelernt und die Leute habe ich kennengelernt und auch die Sprache. Und ich habe so mehr bekommen während dieser 3 Jahre. Und das war schön und wir erinnern an diese 3 Jahre sehr gern. Und wenn wir hinfahren, das ist so wie ein anderes Heimat. Also so, wir sind dort auch zu Hause und hier auch zu Hause. Ihr Slogan, ein Traum wurde wahr, inspirierte das DDR-Fernsehbärchen, das Sandmännchen. Lebensanschauung, Erfahrungen, Sprachkenntnisse, Freunde fürs Leben und die Stärke einer zusammenhaltenden Gemeinschaft brachten sie mit nach Hause. Ich bedanke mich für Ihre heutige Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.